A seregélyesi iskola tornacsarnoka nem először népesült be tollas labda versenyen, ráadásul szombaton és vasárnap két különböző viadalt is rendeztek az amatőröknek, illetve a diákoknak. Ez a verseny, ez most a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség támogatásával zajlik mind a két napon. Annyi a különbség, hogy a mai napon az amatőr verseny mellett még az A kategóriás megyei diákolimpiai döntő is van. A versenyzők számáról hát kb. 80 fő az, aki versenyez a mai napon, és a tegnapi napon is kb. 50-60 versenyző volt. A tollaslabda nagyon népszerű sport a megyében, Móron, Fehérváron, Seregélyesen több százan űzik rendszeresen. A heti 2-3 foglalkozás a több éves rutin meg is látszik az ehhez hasonló versenyek színvonalán. Amúgy ezt nem sokan ismerik el rendes sportáként, tehát mindenkinek, akinek mesélem, az vagy így meglepődik, hogy én miért tűzöm ezt, tehát legelőször hobbi szinten kezdtem, aztán hát úgy megszerettem nagyon, és akkor elkezdtem versenyszerűen is sportolni. A nehézség az, hogy nagyon sokat kell taktikázni, hogy hova kéne ütni, hogy hol nincs épp az ellenfél. A seregélyesi baptista iskola különösen élen jár a sportág népszerűsítésében, jellemző, hogy a kicsiknél a tananyag része lett a tollaslabda. Nálunk az iskolában ettől a tanévtől kezdődően az első osztályosoknál a tananyag része a tollaslabdázás. Az egyik félében az egyik osztályban, heti 2 órában a testnevelés órából tollaslabdázunk, a másik félben pedig a másik első osztály szintén 2 tollaslabda órán vesz részt, hogy még ügyesebbek legyenek. Aztán közülük majd természetesen lesznek, akik kiválasztódnak, és versenyzők is lesznek egyúttal. A korcsoportok és tudásszintek szerint felosztott mezőn jó meccseket játszott Seregélyesen, legközelebb pedig február 14-én ugyanitt randevúznak az amatőr tollaslabdázók.